Úrembernek kicsi szeme szén, lustán pislantva dugó az orra, vásott kannát visel a fején. Ügyes voltál. Igazándiból nem házasodtunk össze. Csak eljegyeztem. Csak eljegyzett. 40 fokos lázzal, tüszös mandula gyulladással, 40 fokos lázzal karácsony este. És utána elkezdtünk azon gondolkodni, hogy természetesen kellene valami nyüzsi is az életbe, a táncon kívül. 6. éve vagyunk házasok. Lajos, ő informatikus. Ő egyáltalán nem lát, nekem van egy olyan 1 méternyi látás maradványom a jobb szemem, a balon arra nem látok semmit. 2 kisfiunk van, Barna, ő 4,5 éves, és Ágost, 2 éves májusban. Hát a gyerekvállalásunk az szerintem teljesen úgy alakult, mint mindenki másnak. Megfordul persze a fejünkbe, hogy lehet probléma a látásukkal a gyerekeknek, de azt hiszem, hogy nem aggódtuk ezt túl. Úgy rábíztuk magunkat a gondviselésre, hogy majd megadatik. Szerintem inkább a szüleim voltak azok, akik féltek ettől. Mármint attól, hogy látássérültek lesznek a gyerekek. Úgyhogy mind a 2 gyereket elég korán elvittem szemészetre, tehát így a 6-7-es koruk körül, akkor már lehetett őket vinni, és akkor Barninál nem találtak semmit, Ágostnál meg rögtön kiszúrták, hogy az egyik pupilla az tágabb. Hát Barnit azért sokáig a hátamon hordoztam, tehát akkor nem tudott elszaladni. Aztán elkezdtünk kis bicikli, kis motorot, tehát néha volt frász az elején, amíg ezt meg nem szokta, hogy nem megyünk messzire, meg állunk a kereszteződésbe, így nem 1 centivel az átkelés előtt. Tehát az nehéz volt, hogy az rossz volt, de az élet meg a mindennapok azok megmutatták, hogy nem olyan bonyolultak ezek a dolgok, mint amennyire az ember képes ráparázni. Ezt nem lehet kihagyni. Akik nem van párjuk és meg tudják teremteni az egzisztenciát. És ne azt nézzék, hogy hú, mert hogy ez nincs meg neki, meg az nincs meg neki, meg milyen helye lesz, mert mi is úgy kezdtük, hogy egy szobába voltunk 5 éves koráig a Dorinának. 12 nézetmetert. Pici helyünk volt, de mindenünk ott volt. Kisebb volt a szoba, mint ez a szoba. És utána meg az a sok-sok apró öröm is meg. Meg ahogy látszik, hát hihetetlen, hogy jövőre iskolába megy a Fruzsina, és most született meg. És jövőre elindulunk az iskolatáskával, és majd mennek kézen fogva a 7-es nagylány, meg az elsős, a 6-os nagylány, és az elsős kislány. És azért ez fantasztikus jó érzés, és büszkék vagyunk rá, hogy igenis nehézségek árán, mert azért nem könnyű összeegyeztetni 2-ükkel való foglalkozás, plusz a ház körüli dolgok. De igyekszünk. Amit én üzenhetnék azoknak, akik fogyatékosok és gyerekeket szeretnének vállalni, hogy kezdjenek el kapcsolatba lépni más családokkal, ahol már vannak gyerekek, nézzék meg, hogy ők hogyan élnek. Mindenképpen arra biztatnék persze mindenkit, hogy vállaljon gyereket, mert hogy ez nagyon nagy öröm, csak hogy ne vállalja túl magát, tehát hogy ne gondolja azt, hogy attól, hogy ő igénybe vesz segítséget, attól nem teljes értékű, hiszen az egészséges emberek is, ha 2 kicsi gyerekük van, akkor számtalan segítséget vesznek igénybe, mert hogy ez is csapdás lehet, hogyha valaki úgy tesz, mint én, hogy mindig mindent maga akar megoldani. Úgyhogy az élet azért valamivel nehezítettebb, ha fogyatékos az ember, és akkor nyilvánvalóan érdemes segítséget kérni, hiszen mindenki más is kér. Kinek ez nehezebb, kinek az nehezebb, de hogy egy indián mondás szerint 1 gyerek felneveléséhez 1 falunyi ember kell, 2 gyerek felneveléséhez pedig 2. Tehát azt gondolom, hogy ha fogyatékos az ember, ha nem, ez így van.